szeretettel köszöntök mindenkit a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában. Iskolánk Paksváros legrégebbi általános iskolái közé tartozik. Generációkat felnevelő általános iskola vagyunk. Több tanulónk van, akinek szülei, sőt nagyszülei is ebben az iskolába jártak. Kettő telephelyen működünk, az alsó tagozatunk a Dózsa-György úton található, a felső tagozat pedig a Tolnai úton. Mindkettő épület központi helyen könnyen megközelíthetően helyezkedik el. Méltán vagyunk büszkék sportéletünkre. Minden tanulónk megtalálja a számára legmegfelelőbb sportot, legyen az egyéni vagy akár csapatsport, de rendkívül sok programot szervezünk a családoknak is, így őket is meg tudjuk mozgatni. A szülők és gyerekek kettő nyelv közül választhatnak első osztályban. Az egyik a német nyelv és irodalom, amit nemzetiségi németnek hívunk. Ezt heti 6 órában tanulják 8 éven keresztül. Az angol nyelvet pedig kezdetben heti 2, majd 4. osztálytól heti 3 órában. 8. osztályra eljutnak a tanulók arra a szintre, hogy biztosan, határozottan tudják már ezeket a nyelveket használni. Többen közülük a középfokú nyelvvizsgát is leteszik. Örökös ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a szemléletformálásra, melyet kiegészítünk egy gyakorlatorientált természettudományos oktatással. Iskolakertünkben, fűszerkertünkben gyakorolhatnak a tanulók. Ezen kívül fenntarthatósági programokon veszünk részt, és az ökos szakkör segítségével is tudjuk természettudományos ismereteiket bővíteni. Rendkívül népszerű a tanulók körében a kézműves szakkörünk, amit főleg alsó tagozatosok választanak. Itt nem csak a kézügyesség fejlesztése történik, hanem egy művészeti oktatás is. Ezáltal rengeteg versenyeredménnyel büszkélkedhetnek tanulóink. 3 évvel ezelőtt iskolánk hajójára egy új zászlót tűztünk ki, mégpedig az érzékenyítést. Egy egész tanéven átévelő programsorozatot indítottunk el annak érdekében, hogy tanulóink elfogadják a másságot, adódjon az akár az életkorból, akár a testi-lelki állapotból fakadóan. Próbálunk a szülők fejével gondolkodni, gyakran ki is kérjük a véleményüket, hogy miért a mi iskolánkat választották, és egy ilyen iskolát szeretnénk kiépíteni, illetve működtetni. Itt első helyen szerepel mindig a családias légkör, a számos színes program, melyet iskolánk alapítványa, a Gyermekeinkért Jövőnként Alapítvány még színesebbé varázsol, a nyelvoktatás, a széles sportkínálat, és az, hogy minden tanulónkat ismerjük, mivel kis iskola vagyunk, így bármelyik tanulónk, bármelyik pedagógushoz tud fordulni, hogyha szüksége van rá. Szeptemberben már 8. alkalommal kezdem meg az elsősöknél az osztályfőnöki feladatomat. Hatalmas nagy izgalommal és készülődéssel vagyok, akárcsak a leendő elsősök. Sok-sok évtizeddel ezelőtt édesanyám engem is ebbe az iskolába iratott. 36 éve dolgozom már ennek az intézménynek a falai között, és mindenkinek nagy-nagy örömmel ajánlom őszintén ezt az iskolát, különösen azoknak, akik iskola választás előtt vannak. Fontos és rendkívül felelősségteljes ez a választás. Tudom ezt én 3 gyermekes anyaként és pedagógusként is. Iskolánk az óváros szívében fekszik. Családias környezetben telnek mindennapjaink. Nagyon fontos az egymás iránti tisztelet, a támogató szeretet, és nagyon fontos a szeretetteljes légkör. Remélem szeptemberben együtt indulunk a nagy kalandra. Szeretettel várok mindenkit. Pedagógiai programunknak megfelelően 2 célt tartunk szem előtt, mikor az oktató-nevelő munkánkat megtervezzük, és ez a 2 cél pedig a személyiségfejlesztés és a közösségépítés. Folyamatos fejlődés, sokszínű programok és fantasztikus közösség. Ez a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola. Várunk mindenkit szeretettel!